takarékbank és a takarékszövetkezeti rendszer emberei, akik végig harcolták az elmúlt másfél-két év átalakítását, kétségkívül tudják, hogy mit akarnak, és azt végre is tudják hajtani. Ezért a mi székünkből, magyar kormányzat pozíciójából nézve, önök a mi számunkra gazdasági és politikai stabilizációs tényezőt is jelentenek. E tekintetben is érdekeltek vagyunk az önök sikerében. Nem csak azért, mert önök egy olyan csoportnak a részei, amelyben állami szervezetek és vállalatok is részt vesznek, mint hallhattuk, Magyar Fejlesztési Bank vagy Magyar Posta, ezért közvetlenül is érdekeltek vagyunk az önök sikerében, de ezen túlmenően is érdekeltek vagyunk ennek a közös programnak a sikerében, amely stabilitást és nyugalmat hozhat legalább a gazdaság egy szegmensébe. Ha szuverén ország akarunk lenni, akkor nekünk pénzügyi szuverenitásra is szükségünk van, ahhoz pedig kellenek nemzeti, magyar, szuverén pénzügyi intézmények. Mi a takarékbankra és a takarékszövetkezetekre ezen a szemüvegen keresztül tekintünk, és örülünk annak, hogy levonva a válság tapasztalatait, ma már a magyar bankrendszer és pénzügyi rendszer több mint 50%-át nemzeti kézben tudhatjuk. Nagyobb biztonságban vagyunk, mint a legutóbbi pénzügyi válságot megelőzően voltunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánom önöknek, hogy hozzanak létre egy erős pénzügyi csoportot, tudjanak hozzájárulni a magyar gazdaság növekedéséhez, legyenek képesek hitelezni, ne veszítsék el a hagyományukat, mert persze szép dolog, hogy most, ha jól értem az elém került tanulmányokat, akkor a világ talán leghatékonyabbnak mondható holland mintájára szervezzük át ezt az egész rendszert, de azért ne felejtsék el eközben, hogy önök mégiscsak a vidék bankja, a vidéki egyszerű embereknek a bankja. Ezt a hagyományt tekintsék kérem értéknek, és ami ebből átmenthető a jövőbe, azt legyenek kedvesek és mentsék át.